Szeretném bejelenteni, hogy a rendezvény hivatalosan most kezdődik el. És megkérnék mindenkit, hogy a főszervező által előírt magatartási szabályokkal kövesse és fejezze is be a rendezvényt. Aki ennek nem tesz eleget, azt megkérjük most, hogy legyen szíves eltávozni. Úgyhogy a rendezvény ideje alatt a szervezők meg fogják kérni a nem megfelelően viselkedőket, hogy távozzanak el a rendezvényről. Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, és sokan eljöttünk. Pártpolitikától független rendezvényt szeretnénk, és akkor ezennel még egyszer elmondom, hogy megnyitjuk a rendezvényt. Köszöntöm Önöket, viszontlátásra! Szlankatón Tamás vagyok, a Berzsiny Dániel Gimnázium 12. évfolyamos tanulója. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek ide ma este. Azért vagyunk ma itt, a Téli Rózsás diákforradalmon, egy gimnazisták által szervezett ünnepésen, hogy nem tetszésüket fejezzünk ki azzal szemben, ami az... Azért vagyunk ma itt, a Téli Rózsás diákforradalmon, egy gimnazisták által szerzett tüntetésen, hogy nem tetszésünket fejezzük ki azzal szemben, ami az utóbbi hetekben a felsőoktatási reform címszó alatt hazánkban történt. Az itt megjelent több ezer gimnazista, több mint 40 gimnáziumból és középiskolából, annak lenyomata és jele, mekkora az ellenérzés, és hogy a magyar fiatalok mekkora erőt képviselnek. Ezennel felszeretném olvasni követeléseinket a hallgatói hálózat pontjai alapján. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját, független szakértők véleményre támaszkodva. Az idén felvett hallgatók száma legyen legalább a 2011-es szinten. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat. Követeljük a hallgatói szerződés újragondolását. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba. Stabil felsőoktatást. Az egyetemi jelentkezések előtt legalább 2 évvel a diákoknak már tisztában kell lennie velük, hogy mi vár rájuk, és hogy fog kinézni a továbbtanulás feltétele. Mi alapvetően nem a tandíj ellen vagyunk, hanem a tandíj reformjának ilyen gyors, kapkodó és esztelen bevezetése ellen. Senki sem szereti, ha a sorsáról a háta mögött döntenek. Pedig velünk most pont ez történik. Ezt nem hagyhatjuk. Elég a bizonytalanságból, elég az értelmetlen és semmi eredménye nem vezető kapkodásból. Csütörtökön, még az államilag finanszírozott helyek 10-re való csökkentéséről volt szó. Szombaton már a keretszámok teljes eltöréséről. Hétfőn a felvettek számának a kormány által kiszabott pontokhoz kötéséről. Tegnap a keretszámok visszaállításáról és azok 40 ezerre való növeléséről. Ma pedig a felvett hallgatók számának 55 ezer főre való növeléséről. Ki tudja, hogy mi vár ránk holnap?
Megszűnnek a keretszámok. Ám ez csupán csak politikai játék, aminek mi tehetetlen bábói vagyunk. Eddig ugyanis a kormány szerint tehetetlen. Eddig ugyanis a keretszámok határozták meg a felvételi ponthatárokat. Ezek után azonban a felvételi pontvára fogják meghatározni a keretszámokat. Szóval a keretszámok ugyanúgy maradnak. A kormány csupán Poncius Pilátus módjára mossa a kezét, és próbálja az egyetemet elérni. Két és fél hónap. Hogy milyen felvételi és felső oktatási rendszer vár, az idei tanítás során felvételizni kívánó diákokra. Szeretném ismét mondani, hogy felvételizni kívánó diákokra. Hát van a fizés. Hogy nézzel ki? Én szőke vagyok. Van hosszú távú termék, a felsőoktatás jövőjét illetően, vagy csak mennek az ára, és velük próbálnak kísérletezni. Mennek az ára! Mi nem vagyunk hülyék. Véleményemet ma ne csak az előttem álló lelkes diákság hallja meg, hanem az egész ország. Beleértve a törvényalkotókat is. Ők még ne csak meghallják, hanem értsék is. Mi vagyunk a jövő. Nincs még veszve Magyarország, amíg mi élünk. Köszönöm szépen. Sziasztok! Marek Bertram vagyok, nem olyan messziről, Dunakesziről érkeztem hozzátok. Szombaton mi is kivettük a részünket az országos szintű nyomásgyakorlásból, amit feltétlenül tudnotok kell. Tudnotok kell azt, hogy mégis mit tett velünk aznap egy kormányközeli tévécsatorna. Az érkezésük ugyan meglepetésként ért bennünket, ettől függetlenül felbaráti szeretettel vendégként fogadtuk őket. Ezek ellenére minden tárgyasságot, objektivitást mellőzve hazudták azt az élőadásban, hogy gimnazistaként nem tudjuk, hogy miért sztrájkolunk. 17-19 éves diákokat kiportak a sárba egy alig másfél perces riportban. Abban a pillanatban azt hittük, hogy csak a mi gimnáziumunkat találták meg, de észre kell venni, hogy ennél jóval többről van szó. Generációnk egészét járatták le. Azt próbálták elhitetni az otthon ülőkkel, hogy a gimnazistáknak nincsenek önálló gondolataik, továbbá erősíteni akarták azt a köztudatban azt a téves hiedelmet, miszerint mi az ellenzék marionett bábjai lennénk. Mivel érdemeltük ki ezt? Mivel? Milyen jogon űznek gúnyt azokból, akik majdan az idősebb generációk nyugdíját fogják előteremteni. Meg fog lepni ezek után bárkit is, hogy egyre többen választják a kivándorlást?
Ha a döntéshozókat valóban érdekelné a sorsunk, akkor kiálltak és megvédtek volna bennünket. Szóval, tettel. Ez sajnos nem történt meg. Sőt, kétségbeesésünket mindvégig elbagatelizálták. Vészmadárnak kiáltottak ki bennünket, amikor azt mondtuk, hogy nem akarunk felvenni diákhitelt. Tehát nem azt súlykolják belénk évek óta, hogy a hitel rossz és nyomorba taszi? Nem az adósság ellen harcol a kormányunk már évek óta? Vagy az egyén adóssága már nem is adósság? Még most is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a miniszterelnök beadta a derekát a hétvégén. Ám egy olyan kormánytól nem szabad sokat várni, amely akkor tesz csak gesztusokat, amikor már országos szintűvé vált az ellenállás. Sokan azt hiszik, hogy csak a saját jövőjük forog a kockán. Tévedés. Az ország jövője a tét. Önök elvesztették a 2014-es választást. Önök elvesztették a 2014-es választást! Nekem, elitiskolásnak, szolidaritásból nagyon fontos azokról beszélni, akik nem hogy a jelenlegik, de még a régi rendszerben sem juthattak be a felsőoktatásba. Szolidárisnak kell lennünk! Én ott voltam a Hallgatói Hálózat múlt hétfői fórumán, ahol bekerült a követelések közé, hogy a reformnak lehetővé kell tennie a hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulását. Addig nem is gondoltam volna, hogy Borsodból, a mély szegénységből hogyan is juthatna valaki egyetemre. Hiszen a jelenlegi viszonyok mellett valószínűleg önhibáján kívül a gimnáziumot sem tudja elvégezni, de ha még az sikerülne is, akkor sem tudnám megfizetni a vonatjegyét a fővárosba, az egyetemre. És akkor még a megélhetéséről, a kollégiumáról egy szót sem szóltunk. Ezt nekünk, nekem, a biztos háttérrel még elképzelni is nehéz. Ilyen családok vegyenek fel több milliós diák hitelt? Pedig lehet, hogy valamelyik szabolcsi falu iskolájában ott tanul egy potenciális közgazdasági Nobel-díjas, aki remek gazdasági programjával felemelni az országot. De ma nem juthat be az egyetemre. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Én diákként is látom, hogy a jelenlegi kormányzat közömbös a szegények problémáira. Nem érdekli őket a munkanélküliek, a nyomorgók, a kilátástalan sorsúak tömege. Szerintük a mai Magyarországon meg lehet élni 47 ezer forintból. Hogyan lehetne a beláthatatlanul rossz irányba tartó folyamatokat megállítani, visszafordítani? Csak is az oktatás, a művelődés robbanásszerű fejlesztésével. Ezért a kormánynak egy olyan közoktatást, olyan általános és középiskolákat kell létrehoznia, amik
kiemelten segítik a romák szegények felzárkóztatását, ehhez megfelelő mennyiségű pénzt és jól képzett, elkötelezett szakembereket biztosítanak. A felsőoktatásban létre kell hozni egy olyan rendszert, ami kiemelten támogatja a hátrányos helyzetűek továbbtanulását. Mivel tudja támogatni? Külön ösztöndíjjal és más szociális támogatásokkal, hiszen lássuk be, ez valójában így lenne igazságos. Mivel ők nincsenek itt, mivel ők maguk nem tudják az érdekeiket hatékonyan képviselni, ezért nekünk, diákoknak, hallgatóknak kell szolidárisnak lennünk velük, nekünk kell felemelni a hangunkat értük. Ez közös érdekünk, hiszen ugyanaz a hazánk, Magyarország. A jövő a miénk! Iricz Márton vagyok, az eltett Refort Ágoston gyakorlóiskola 11. osztályos tanulója, a diák önkormányzat elnöke. Szeretném beszédemet egy idézettel kezdeni. Ha valaki nem akar diákhitelt felvenni, és családja szegény, akkor legyen annyi ambíciója, hogy megkíséreljen eljutni a csúcsokra, felmászni fél lábbal a Himalájára. Ezt Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár nyilatkozta. Utalva az általam okkal nagyra becsült Erős Zsolt hegymászóra. A várható zord időjárás ellenére életét kockáztatva megkísérelte a csúcs támadását, de később visszafordult. Kedves államtitkárasszony, az ön metaforája téves. Még Erős Zsoltnak sem sikerült a vállalkozás, felkészültségének és elszántságának ellenére sem. Az akaratom és minden tovább tanulni szándékozott diák akarata erős. Eltökéltek vagyunk, hogy a felsőoktatásban tovább tanuljunk. Én nem szeretném magam életét kockáztatni a diploma megszerzéséért. Én, mi, a magunk munkája és családunk anyagi támogatására számíthatunk, ha nem akarunk felvenni diákhitelt. Ha jól értem, az államra nem. Nem vagyok hátrányos helyzetű, de mégis annak számítok, mert komoly áldozatokat kell hoznom, amelyek mellett a cél elérése nem garantált. Sem a hátrányos helyzetűeknek, sem nekünk nem biztosított a felsőoktatás megfelelő finanszírozása, és a diploma megszerzését követően sem ad a kormányzat perspektívát egy normális élethez. Végezetül felolvasnám az alábbi apró hirdetést, amit a kultúra rovatban találtam. Feladója a mindenki által ismert Romhányi József. Iskolába járna hátrányos helyzetű fejtetű.
Péter Szabó Eszter vagyok. A Szilágyi Erzsébet 10. évfolyamára járok. Stabil követelményeket akarunk a felsőoktatásban. Ebben a percben is itt vagyunk több százan. Több száz, több ezer középiskolás, és már nem tudjuk pontosan, nem vagyunk biztosak abban, hogy mi van, mi történik körülöttünk, hogy mi lesz a dolgok állása holnap. Nincsenek világos körülmények. Eddig a szinte minimalizált keretszámok ellen tiltakoztunk, most pedig hirtelen 240-re csökkentik az államilag támogatott helyek ponthatárát. Ez egyszerűen túl szép, hogy igaz legyen. Valami olyasminek kell emögött állnia, valami olyasmi lehet ennek a következménye, aminek nem fogunk örülni. Az utolsó pillanatokban is átgondolatlan döntéseket hoznak. Jelen álláspontok szerint március 1-e az egyetemekre való jelentkezés határideje, és nem csak, hogy állunk a ködben, hanem egyre bizonytalanabb minden, egyre kevesebb az, amit biztosan tudunk a jövőnkről. Tiszta, világos információkat akarunk. Ez az állapot szerintünk tarthatatlan. Ilyen szerintünk nem fordulhat elő többé. Hogyan próbálja bárki is összeszedni a felvételhez szükséges pontszámot, ha nem tudja, hogy hova fog, illetve van-e egyáltalán esélye bekerülni bárhova is? Követeljük, hogy a diákok legalább 2 évvel az érettségi előtt ismerjék az egyetemekre való bekerülés feltételeit. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Középiskolásokat, hallgatókat, tanárokat, oktatókat, igazgatókat, rektorokat és mindenkit, aki a felsőoktatás jövőjéért aggódik. Daku Gergő vagyok. A Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatán végeztem, és jövőre pszichológiát szeretnék tanulni. Nem tudom, hogy indul-e ez a szak. Nem tudom, hogy lesz-e államilag támogatott hely. És nem tudom, hogy miért nem lehet a kezemben még a felvételi tájékoztató. Ilyen bizonytalan körülmények között, ha esetleg bejutok, szeptemberben az orrom alá dugják a hallgatói szerződést. Hallgatói szerződés? Mi is ez a hallgatói szerződés? A diploma megszerzését követő 20 évben a képzési időn kétszeresét Magyarországon kell dolgoznom, vagy vissza kell fizetnem a képzésem teljes költségét. Ez volna a szabad munkaerőáramlás? Nem tudom, tudjátok-e, az Európai Bizottság 2012. novemberében levelet írt a kormánynak, melyben kifejezte aggályait a hallgatói szerződéssel kapcsolatban. A bizottság kifogásolta, hogy a hallgatói szerződés gátolhatja a szabad munkaerő áramlását, ami az Európai Unió egyik alapelve. Azt hiszem, bátran hívhatjuk a továbbiakban ezt röghözkötésnek. A röghözkötés itthon tart, vagy fizetésre kényszerít. Nem azért mennék külföldre, mert nem akarok itthon dolgozni. Egyszerűen mindenkinek szüksége van arra, hogy egyetemi tanulmányainak végeztével munkát vállalhasson. Létrehozva ezzel bizonyos fokú anyagi függetlenséget. Szívesebben írnám alá ezt a hallgatói szerződést, ha garantálnák, hogy lesz munkám és biztos megélhetésem. Most megalázva érzem magam, kötelezettséget rónak rám, de nem kínálnak lehetőséget. Mit fog ezzel a kormány elérni? A diákok nagyobb hajlandóságát a külföldi továbbtanulásra, vagy hatalmas tolongást a magyar egyetemek kapuja előtt? Nem titok, hogy az ország vezetése szeretné elérni, hogy akinek finanszírozzák egyetemi tanulmányait, az a későbbiekben itthon vállaljon munkát.
Mi azt szeretnénk, ha munka lehetőséget biztosítanának. A röghözkötés nem támogatja a felső oktatást. A röghözkötés nem megoldás, ha felismerjük a problémát. A röghözkötés nem megoldás, csak egy kétségbe esett próbálkozás. A röghözkötés nem megoldás, csupán egy korlátozás. Nem röghözkötést szeretnénk, hanem kiszámítható jövőképet Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves diáktársaim! Meleg András vagyok, a Fazekas Mihály Gimnázium 15. osztályos tanulója. Azzal, hogy ma itt vagyunk, közösen vállalunk felelősséget magunkért, egymásért és a magyar társadalomért is. A sarkunkra kell állnunk, és meg kell mutatnunk, hogy mi is emberek vagyunk, nem pedig ostoba droidok, és hogy nem fogunk bábokként asszisztálni a vezetés néhány elhibázott döntéséhez. Minket senki sem kérdezett. A tanárokat senki sem kérdezte. Mégis hatalmas változtatásokat hajtottak végre, mindenfajta valós szakmai konzultáció nélkül. Az alap- és középfokú oktatást is érték sérelmek az utóbbi időben. Ma már semmi tere nincs a kreatív tanításnak, valamint annak is örülni kell, ha van pénz kifizetni a tanáraink munkáját. A tehetséggondozó iskolák háttérbeszorítása és a szakmunkás képzők hiánya is égető probléma. Mutassuk meg, hogy ez nem jó, mutassuk meg, hogy mi, a magyar társadalom készen állunk arra, hogy magas színvonalú oktatásban részesüljön. Mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban, és természetesen a felsőoktatásban is. Erről szól a versem, amit a csalódottság szült. Azt kérdi a sok szent fazék, itt az utcán ez mi az ég? Mit háborog a csőcselék, amíg törvényt hoznak épp? Kérdezgeti néhány alak. Ezek mégis mit akarnak? Egyfolytában lázadoznak, hogy ők tovább tanulnának. Nem értik ők, ám bár nézik, ahogyan egy nemzet vérzik. Ezer sebből, vagy még többből, s belédöfnek, még erőből. Jó pár gimit tesznek tönkre, nem 5 percre, csak örökre. Mert elvonnak minden pénzt, de mi végre? Mégis miért? Én azt hittem, hogy jó oktatni, és egy népet tanítani. De ne csalni, ne is lopni, csupán élni, szépen élni. De ha nem kell, hát ők tudják, mi történik, majd meglátják. Képviselője és a Balassi Báli 8 évfolyamos gimnázium végzős diákja. Azért szólalok most fel, mert 2 héttel ezelőtt a kormány egy drasztikus határozatot hozott a felsőoktatási keretszámokkal kapcsolatban. A tavalyi 38 000 államilag finanszírozott helyet 10.480-ra csökkentették. Az első tüntetések megkezdődésével a kormány eleinte megkérdőjelezett bennünket. Szerintük csak az egyetemisták demonstrálnak. Viszont egyre több iskola csatlakozása és sikeressége során a kormány álláspontja is folyamatosan változik. Múlt héten a keretszámok eltörléséről volt szó. Tegnap Balogh Zoltán 40 000 állami ösztöndíjat ígért.
A mai hírek szerint pedig jövőre 56 ezer diák tanulhatna tovább állami ösztöndíjjal. Ki tudja ezt követni? A kormány az egyetemeket újból támogatná 24 milliárd forinttal, viszont erről költségvetési tervezet nincsen. Két hete a diákság bizonytalanságban él. Hogyan tervezze? Mit csináljon? Külföldre menjen-e, vagy ne? Tavaly 25 ezer diák döntött úgy, hogy más országban folytatja a tanulmányait. A mi követelésünk viszont a következő. A felvett hallgatók száma legalább legyen a 2011-es szinten. A törölt közgazdász és jogi szakokat vonják be az államilag finanszírozott helyek közé. Adják meg a diákoknak a lehetőséget, hogy azt tanulják, amit akarnak. Az arányos eloszlás egyenlő esélyeket nyújtana minden diák számára, hogy bejusson a kívánt egyetemre. Egyenlő esélyeket akarunk. Nem hagyhatjuk, hogy összecsapott módon egy hét alatt döntsenek ezekről a kérdésekről. A tömeg hatalom. Mi vagyunk a hatalom. Hogy mit szól a diák demonstrációkhoz, azt válaszolta, a diákok már csak ilyenek. Nem vesznek minket komolyan. Folytatnunk kell a küzdelmet addig, ameddig a kormány egy számunkra elfogadható törvény nem ír alá az arányos keret számokról. Ugyanazt akarjuk mindannyian, egy elfogadható felsőoktatási rendszer, és ezt csak is együtt fogjuk elérni. A Magyar Tanárok Egyesülete felháborítónak tartja és elítéli a diákok megosztásának és félrevezetésének minden kísérletét. Felháborítónak tartja és elítéli a fiatalok lejáratására és mozgalmuk befeketítésére irányuló törekvéseket. A Magyar Tanárok Egyesülete felháborítónak tartja és elítéli középiskolásoknak az adatvédelemmel össze nem egyeztethető listázását és megfélemlítését. A diáksággal és a felsőoktatásban tanító kollégáinkkal egyetértve elutasítjuk a felelőtlen és fedezet nélküli ígéreteket az ingyenes továbbtanulásra vonatkozóan. Elutasítjuk az egyetemek gazdasági ellehetetlenítését és kancellároknak nevezett komiszárok gyámsága alá helyezését. Egyetértünk a hallgatók 6 pontjával és a rektori konferencia közleményeivel. Támogatjuk azokat! Kezdődjenek valódi, hiteles, nyílt és felelős tárgyalások az érintettekkel, valamint a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel. A felsőoktatás ügye mindannyiunk ügye, nemzeti ügy.
szolidárisak vagyunk a kibontakozott diákmozgalommal. Ki a jövők? Diáktársaim, tisztelt egybegyűltek! Üdvözöllek benneteket! Nevem Molnár Antal, de nem Magyarországon születtem. Sőt, először nem is magyarul kezdtem el beszélni. Édesanyám mexikói, édesapám magyar, aki még a kommunisták elől diszidált annak idején. Azért jöttünk haza, 2002-ben, mert édesapám hitte Orbán Viktor akkori álmát. Nekünk Magyarország a hazánk, itt kell boldogulnunk. Édesapámnak volt egy álma, ami az én álmom is lett. Hittük, hogy egy olyan hazát kell építeni, ahol mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy hozzáférjen a tudáshoz és a boldoguláshoz. Magyarország az én hazám lett, mert itt lehetőségem és esélyem volt arra, hogy ha tehetséges vagyok és szorgalmas, akkor tanulhatok és felépíthetem a saját jövőmet. Esélyem volt. Ezt veszik el most tőlem, tőletek! Üzenetünk van a parlamenti képviselők számára. Önök, uraim, akik a parlamentben ülnek, elfoglalták a várunkat. Azt a várat, amely számunkra a közösséget, a boldogulást jelentette. Azt a várat, amelyet önök 2010 óta irányítanak, kormányoznak. Ebben a várban, ebben a mi közösségünkben mára már csak két lehetőség maradt. Vagy elzavarnak, vagy röghöz kötnek. Nincsen középút, nincsen tolerancia. Ebben a várban... Nem hagyjuk, nem hagyjuk, nem hagyjuk, nem hagyjuk. Ebben a várban, ebben a közösségben a békés együttélés, a közös építkezés felváltotta a harc és a megosztottság. Ebben a harcban, ebben a megosztottságban mi, diákok, a gyengébbek oldalára kerültünk. Tisztelt miniszterelnök úr! Ön azt nyilatkozta, hogy a keretszámok meg vannak oldva, hogy az átalakításokkal mindenki jól jár, és a idő kell, hogy meg is értsék ezt. Ön szerint egy ilyen nagy átalakításnál minden érintett részben türelmetlen, részben pedig fél, hogy ne járjon rosszul. Ezt leginkább az a viccet tudnám hasonlítani, amikor az egyszeri ember azt mondja, az iráp mint állat nem létezik. És amikor kimegy az állatkertbe, és meglátja a zsiráfot, akkor keresztbetett kézzel azt mondja, márpedig ilyen állat nincs is. Tisztelt miniszterelnök úr! Egyik nap azt állítja, hogy velünk van. Támogat minket. Majd másnap gondol egyet, és azt mondja, tessék önállosodni. Ez a fajta kiszámíthatatlanság, makacság és kapkodás az, ami mi a türelmetlenek vagyunk, és félünk, hogy rosszul járunk. Tisztelt miniszterelnök úr, ön azt vallja, hogy az adósság az ellenségünk. Hát akkor mennyire bölcs dolog az, hogy arra biztatja a fiatal generációt, hogy adósodjon el.
elfogadhatatlan, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem amit csinál. Mert ez azt jelenti, hogy amit szombaton állított, romkocsmából kijövet, az könnyen lehet, hogy nem is igaz. És néhány héten belül megint kiáll majd amellett, hogy a keretszámokat állítsák vissza, a fiatalok vegyenek fel diákhitelt, és adósodjanak el. Higgyék el, hogy mi azért akarunk tanulni, és azért akarunk egyetemre járni, hogy utána itthon dolgozzunk, és itthon éljünk meg a munkánkból, a tudásunkból. Ellenben, egy modern demokráciában minden állampolgárnak alanyi joga, hogy mindenki legjobb belátása szerint arról dönt, hogy hol vállal munkát tanulmányai elvégzése után. Önök azt akarják, hogy a diplomás fiatalok Magyarországon dolgozzanak egyetem után. Ezért tehát elfogadhatatlannak tartjuk a röghözkötést. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy önök 8-10 évig itthon akarnak tartani olyan embereket is, akik nyilvánvalóan nem tudnak érvényesülni, vagy egyáltalán előteremteni a mindennapi betevőjüket. Nem röközködni kell, hanem olyan országot építeni, ahonnan senki sem akar elmenni. Ezt meg kell érteniük, és arra kérem önöket, hogy a tervezett intézkedéseket ennek fényében hozzák meg. A kormánynak hamarosan be kell látnia, hogy az út, amelyen elindult, számunkra elfogadhatatlan, rossz az irántú, ideje újat adni! Éljen! És most, hogy véget ért a beszéd, arra kérünk mindenkit, hogy a szervezők utasításait kövessék. És arra is kérjük mindenkit, hogy a Szent István körúton a villamos hagyják szabadon. Tehát, hogy közlekedjem. Arcot tilos eltakarni. Az útvonal pedig József Attila utca, Balcsi Zsilinszky út, vagy Szent István körút, vége pedig a Margit híd. Köszönöm szépen! Pillanatot legyenek szívesek még várni, jó estét kívánok! Ismételten, ahogy meg is nyitottuk ezt a rendezvényt, ugyanolyan szépen és határozottan szeretnénk is majd a Margit hídnál lezárni. Még egyszer felszólítjuk a tömeget és a tiltakozókat, a tüntetőket, hogy majd az József Attila út fele, ezek után pedig a Balcsi Zsilinszky út, tehát a Szent István körút, majd pedig a Margit hídon fogjuk a rendezvényt lezárni. Kérjük, hogy a rendezők, szervezők utasításait tartsák be, és megfelelően vonuljanak ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen, tartsák be az útvonalat, mindenkit várunk a Margit hídnál, viszontlátásra! Nekem jobb oldalt, önöknek majd jobb oldalt. Jó? És azt esetleg követni, látni fogják a rendezvény
Az nem baj, hogy a Vimeo-ról jön. Volt előtt szület, és már 88-tól, 84-től 12-ig. Ja, igen, azért. Sok minden történt. Rendőrfelvonulás, vagy mi az Isten nyira? Thank you.
tüntetnek a Szabad Egyetemért. A képen az van, hogy rendőrök tüntetnek a Szabad Egyetemért. Ez a szakmám, amit meg akarok mutatni, hogy itt forgalom, nincs itt forgalom, ez az önkény, uram. A kezét rólam. Maga megcsinálja azt, amit mondta. Jó, mert csinálom, ami a dolgom, hogy maga is. Oh,
Persze. Zulat is megkértem. Nem nagyon ide.
minden rózsatöv is. A vasalát a sikra a kicsit. Egyszerűen nem értem. Na, hát, hogy ez soha, soha még ilyet nem láttam. Gyönyörű! Thank you.